2017. január 16-án a Gulág emlékév kapcsán előadás, illetve kiállítás került megrendezésre az Ederényi Szent Miklós görögkatolikus általános iskolában. Az emberrablás orosz módra című pályázat sikeres elnyerésével a 7.-8. osztályos tanulók számára Fóris Ákos, történész doktorandusz tartott előadást a Gulág történelméről. 2008-tól vagyok a ELTE-n diák, 2014-től vagyok a doktori programban része, és a maga a témám az a magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban, és ezt mint emellett kutatom bizonyos szinten a szovjet represszióknak a történetét is. Miért tartja fontosnak megismertetni a fiatalokkal a történelmet? Alapvetően azért fontos, ugyanis minden emberben családi tradíció, családi emlékezet révén megvannak ezek a különböző traumák. És jó, hogyha ezeket a traumákat egyrészt kibeszélhetik az emberek, másrészt meg rendes mederbe is vannak terelve. Ezt a mederbe terelést azt értem, hogy számtalan fals információ kering akár a gulággal kapcsolatban, akár holokausztal kapcsolatban, akár más különböző katasztrófákkal kapcsolatban, és nagyon szükséges szerintem az, hogy a szakma az közérthetően mégis informatívan beszéljen ezekről a dolgok. Milyen üzenete lehet a mai kor számára ezeknek? Alapvetően a legfőbb üzenete az, hogy figyeljünk arra, hogy méltóképpen megemlékezzünk erről, és méltóképpen ápoljuk ennek az emlékét. Másrészt pedig, amikor a világban a mai napig vannak ehhez hasonló események, akkor gondoljunk el is, hogy ezeket, ahogy tudjuk, próbáljuk elkerülni. Fontos megismertetni a diákokkal a közelmúlt eseményeit is, kiegészítve a tananyagunkat, mondta Tótné Gál Judit, az intézmény igazgató helyettes asszonya. A Gulág emlékév kapcsán szeretnénk ezt az elhallgatott történelmet közelebb hozni a gyerekeinkhez, és a tavalyi év folyamán egy pályázati felhívásra jelentkeztünk és írtunk egy pályázatot ebben a témában, amelynek a címe az volt, hogy emberrablás orosz módra. Megnyertük ezt a pályázatot, aminek a megvalósítására kerül sor ebben a hónapban, fókuszálva erre a hétre. Szeretnénk a iskolánk tanulóinak, különösképpen a 7.-8. tanulóknak közelebb hozni ezt a nem olyan távoli múlt, de számukra mégis nagyon távoli történelem eseményeit, hiszen a történelemkönyvekben, a 8-os, 7-esben kevés anyag van erről, és szerettük volna részletesebben feleleveníteni nekik ezeket a történelmi eseményeket. A iskolánkban ez inkább helytörténetre fókuszálódik, mert azoknak a történelmét és sorsát mutatjuk be, akiket Edelényből hurcoltak el, és a kiállítás is erre az anyagra alapozódik. Hiszen itt szerepelnek azok a nevek, akiket Edelényből és környékéről elhurcoltak, illetve a kiállítás anyaga, az ő visszaemlékezésük, az ő történelmük, és a vitrínben található tárgyak, korhűek, eredetiek, a bányákból, illetve a táborokba készített tárgyakat hozták, a visszahozott tárgyakat és a megmaradtakat raktuk ki, és mutatjuk be most a gyerekeinknek. Ezen a héten előadások is lesznek, túl azon, hogy tanórákon is megemlékezünk. A mai napon Fóris Ákos történész doktorandusz a Gulág történelméről beszél. Szerdai napon Papok a Gulágon címmel hallgathatnak előadást tanulóink, és van egy tervünk. Edelényben egyetlen egy bácsi, Szász István él még azok közül, akiket elhurcoltak, és még őt szeretnénk meghívni, ha egészségi állapota engedi. Ígéretet kaptunk rá. Ha el tud jönni és tud erről a korról beszélni, azt gondolom ettől autentikusabb nincs.